nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ennyien egybegyűltünk, és nagyon szépen köszönöm Püspök atyának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hit és hivatás ugye az esténknek, vagy a sorozatunknak a címe, és az, hogy mi ma itt beszélgetünk, az azért Püspök atya hivatásához is kapcsolódik, hogy hogyan nem lett erdész Püspök atya. Szerintem ez egy jó indító kérdés. Igen. Köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy egy ilyen kedves beszélgető társal és kedves közösséggel, közönséggel lehetek együtt. Igen, általános iskolás koromban volt egy ilyen gondolatom, hogy a 6., 7. osztályos koromban egy erdész szeretnék lenni. Akkor volt egy ilyen folyóirat, hogy állatvilág, én ezt járattam 6. koromban, érdekeltek az állatokban a természet, és úgy gondoltam, hogy hát akkor egy erdész teszek. Volt ez az egyik irány, aztán mivel én ilyen műszaki családból származom, volt egy másik csábítás, hogy autószerelő legyek. Tehát az kiderült, hogy egy humán beállítottságú vagyok inkább. És édesapám viszont azt mondta, fiam, ne erdőkerülő legyél, hanem erdőmérnök. Így hát aztán, amikor a piaristákhoz kerültem Kecskemétre, akkor azzal tudattal mentem, hogy hát én akkor erdőmérnök szeretnék lenni. De hát nem lettem az. De a mérnökség mellett azért, ahogy Püspök atya mondta, a humán tárgyakhoz vonzódott. Igen. Ez azért nem volt akkor ellentétes? Hát mert én akkor azt gondoltam naiv módon, hogy az erdészet az azt jelenti, hogy az ember sétálgat az erdőben. Föltölti az őzeknek az etetőt, nézegeti a madarakat, meg olyan szép a természetbe jelenni. Tehát ilyen nagy gondolataim voltak, ami részben igaz, mert egy erdész azért csinál ilyet is, de egy erdőmérnök, hát az fakitermelés, erdő tervezéssel foglalkozik, az egy műszaki dolog, nem tudtam. Mikor bekerültem a piaristákhoz is, amikor szembesültem azzal, hogy hát az erdőmérnökséghez szükséges, matematika, fizika, biológia, akkor tehát az első piarista éve alatt világossá vált, hogy nem ez az én hivatásom, az erdőmérnökség. A piaristákat most már 3 perc alatt kétszer is említette Püspök atya, hogy kecskeméti piaristákhoz járt 3 évig, ez hogyan befolyásolta akár a hivatását, akár a személyes hitét? Hát nagyon komolyan. Én egyedüli gyerek voltam akkor még otthon a szüleimnél, és bekerültem először is egy faluból, hát Maglódban nem falu, hanem már város egy 10 pár éve, 12 éve. De akkor az egy ilyen falu volt még, ilyen falusias Budapest melletti település, és egy ilyen viszonylag kis helyről bekerültem egy városba. Egy igazi mezőváros, de azért Kecskemét nagyon fejlődött már akkor is. És bekerültem egy kollégiumi rendbe. Sőt, akkor az egy kuriózum volt egyháziskolába járni. Tehát összesen 8 katolikus iskola, gimnázium volt Magyarországon akkor még. Nem volt túl nagy a szigor, mondjuk egy hagyományos általános iskola után egy ilyen fiúiskolába, egy katolikus iskolába bekerülni? Nem szigornak mondanám, hanem rend volt, és magas követelmény. Tehát, hogy minden nagyon ki volt ott számítva, tehát, hogy igényesen próbáltak bennünket nevelni a piaristák szellemileg, lelkileg, és megtanultunk sok mindent, rendet tenni, meg takarékoskodni, meg ilyesmiket. Mi volt a véleménye akkor a papokról, a piarista atyákról? Hát, nagyon érdekes az életem, mert én ugye Maglódon nőttem föl, ahol volt egy nagyon tisztességes, buzgó, imádságos idős papunk, egy atyánk, aki viszont megjárta a kistarcsai internáló tábort. És voltak benne nyilván érthető módon fájdalmak, sérelmek, amiket időnként előhozta. Nem direkt módon, hanem úgy, hogy hát előkerült időnként a hirdetésekben, hogy kevesebben járnak templomba, mint régen, a szentségekhez se járulnak annyian, és hogy hát ezek nem jó dolgok. Hát egy ilyen stílusú, egyrészt kedves tudott lenni, ugyanakkor meg szigorú is tudott lenni. Tehát, hogy ez a kettősség jellemezte őt, és reverendába közlekedett mindig, egy nagy termetű, idős ember volt, és bennem volt egy ilyen, hogy hát szerettem is őt, meg féltem is tőle, és mikor piaristákhoz készültem, hogy oda megyek, izgultam, hogy ilyen papok fognak engem tanítani, Istenem, hát én élni akarok, nem meghalni. Ez volt bennem.
De aztán, amikor oda kerültem, és láttam, hogy vannak fiatal papok is, sportosak, vidámak, okosak, lendületesek, akkor egy teljesen más képet kaptam az egyházról. Tehát az a kis helyi egyház képem, az kitágult. Lukács László atya volt akkor az igazgató, és ha jól tudom, akkor a mai napig jó kapcsolatban, barátságban van. Így van, így van. Ő volt az igazgató, tőle egyfajta lelki mélységet kaptam és tanultam, meg egy szellemi igényességet. Tehát időnként, mint igazgató beszélt arról, hogy hogyan kell tanulni, és hogy milyen értéke van ennek, és hogy a szorgalom milyen fontos. Ez nagyon sokat jelentett nekem. Látott akkor papi példaképeket maga elő? Vagy hogyha utólag visszatekintünk, akkor vannak köztük papi példaképek? Hogyne. Tehát maga Lukács tanár úr, így hívtuk a tanárainkat, hogy tanár úr. Tehát papok voltak, kettőt kivéve mindenki pap volt, de tanár úrnak hívtuk. Ez volt a szokásos megszólítás. Az akkori igazgató helyettest is nagyon szerettem a Ruppert József tanár urat. Aztán, hát sok nevet mondhatnék még, az osztályfőnökömet, prefektusomat is, Balázs Gergely tanár urat, Pályi Gábort is szerettem, de még voltak például Varga Zoltán, piarista atya, vagy elment már közülünk a Szekő József, vagy a Tuba Iván, volt a hittan tanárom. Miben voltak ők példaképek, vagy miért említette most az ő neveiket? Hát egyrészt a fiatal egyháznak a példáját mutatták nekem, vagy azt, hogy az egyház az nem ilyen tisztességes, de szigorú, idős papokból áll, mint az én megboldogult plébárosom. Hanem fociznak. Fociznak, meg már beírták a kiértesítőbe, mikor be kellett költözni, hogy vigyük magammal a biciklimet, mert lesz majd erre lehetőség. Tehát a fiatal egyházzal, és kifejezetten a papi oldalát talán úgy, a Lukács tanár úrnál láttam, aki ilyen lelki dolgokba elmélyedt, aztán még a Szegő József volt az, aki mikor másodikban matematikát tanított, akkor egy papírt adott mindenkinek, és ráíratta, hogy írjuk rá azokat a papokat, akiket ismerünk, és akiket szeretünk meg a közösségek, meg hát ilyesmiket kérdezett. Ő vitt el bennünket moziba. Napfivér holdnővér című filmet akkor játszották, talán 82-ben, 81-ben. Ezek nekem nagy élményt jelentettek. Gitározott, meg hát ilyesmi, amit előtte nagyon nem láttam. Beszéljünk egy kicsit Püspök atya hivatásáról, hogy hogyan is kezdődött az, hogy a papi hivatás fele indult, ha jól tudom, akkor ez egy szerelmes levélhez kapcsolódik. Hát igen, így is mondhatjuk, vagy ez ilyen jó hangzó indítás, de való igaz, hogy Kecskeméten, de ez igaz, tehát így van, hogy Kecskeméten a piaristáknál volt két világi tanárunk, aki nem pap volt. Hát ott akkor még mindenki más az pap volt. Az egyikük rajzot tanított. Egy stram fiatal tanár, és azt mondta, hogy hát fiúk, azért itt vagytok egymás között így összezárva, én kezdeményeznék egy ilyet, hogy udvarlós szakkört indítok. Hát egy héten egyszer összejöttünk a folyóirat olvasóban, akkor ő mesélt a szerelmeiről, meg hogy le kell udvarolni, meg hogy lehet a hölgyeket meghódítani, és akkor annak volt egy ilyen része, hogy hát írjunk egy levelet a vágyott nőnek, hogy képzeljük el, milyen legyen, és mit szeretnénk tőle, és írtam valamit, és akkor egy ilyen alkalom után odajött ez a tanárom, és azt mondta, hogy így a szememben nézett, hogy te ugye pap leszel. Hát meglepett engem ez a dolog, mint hogy Katát is most meglepte ez a, mint hogyha rámondanám. Nem egy szokványos. Nem szokványos, és hát meglepett, de én akkor már amatőr színjátszó voltam a gimnáziumban, és úgy voltam, hogy miért roncsam el a hangulatát, miért mondjak neki nemet, és akkor így eljátszott. Májtatos arcot, és mondtam, igen. Úgyhogy így kezdődött. De akkor még nem gondolkodott. Nem volt bennem tudatos. Tehát a hivatás
az picit foglalkoztatott, nyolcadikos koromban, amikor a bérmálkozásra készültem, akkor is jöttek a helynők, aki bérmált, vele jött egy-két fiatal pap, és egy szimpatikussá vált, hogy vannak fiatal papok, jó megjelenésűek, intelligensek. Meg benne volt az a gondolkodásom, hogy hát esetleg pap is lehetek. Na majd az érettségig még ezt meg végig gondolom. És akkor talán. De nem ezzel a tudattal, mert nem így mentem oda, hogy én pap legyek. Tehát ez engem is váratlanul ért, de hát ugyanakkor azért utána elgondolkodtam ezen, hogy miért mondta nekem ezt, hogy ez kinézi belőlem. Mert azért bennem a pap az egy nagyon fontos, tiszteletre méltó személy volt. Tehát, hogyha rólam ezt feltételezik, akkor én méltó letek erre. Belőlem ez kinézi. Nem csak egy ilyen vidámkodó, bohóckodó fiút, hanem ilyen mélységet feltételez. Tehát ez engem azért megérintett. És azt mondom, hogy tulajdonképpen ez az igen, ez megfogant bennem akkor. Tehát ez ugye elkezdett bennem dolgozni, foglalkoztatott. De ez egy folyamat, ez nem egyik pillanatról a másikra vált át az ember, hogy így akkor van. Én pap leszek. Ez egy folyamat. Hát, most hogyha visszanézek az életembe, akkor azt mondom, hogy a papi hivatásom az valójában már visszavezethető az általános iskola elsőre, mert nagyon szerettem hittanra járni meg. Hittamon kaptam az első ötösömet, tehát nem volt akkor az osztályozó, de a plébánosok azt kitalálta, hogy így jutalmaz. Nekem nagy élmény volt a templom, a hittanóra. Aztán akkor megint egy kicsit föllobbant egyfajta ilyen öröm, amikor a bérmálkozásra készültem, ahogy az előbb említettem. És itt pedig így az úgy szíven talált ez a kérdés, amire ilyen poénkodóan válaszoltam, de ez igen, innét elindított bennem egy folyamatot. De az érettségi után mégis elsőként a pedagógusi pályát választott, vagy hivatás? Igen, mert az édesapám egy nagyon realista ember volt, bár ő akarta, hogy a piaristákhoz menjek, de azt mondta, hogy fiam, hogy zárt rendszerben vagy, egyházi környezet, nem ismered az életet, most miért akarsz te szemináriumba menni rögtön, mert már foglalkoztatott ez a dolog, menj el. Ő azt mondta, hogy menjek világi egyetemre, vagy esetleg főiskolára, ismerjem meg azoknak az életét, akiknek ha pap akarok lenni, majd a papjuk lesznek, és hogyha még ezek után is pap akarok lenni, akkor menjek, nem bánja. Tehát így indultam aztán el. Pedagógus pálya az vonzott, tehát a gimnáziumban a következő vonalak alakultak ki. Hát az erdészmérnökség az hamar lefutott elsőben. Az autószerelőség is. És akkor, hogy humán érdeklődésű vagyok. Szerettem mindig a nyelvet, a magyar nyelvet, annak a szépségét. Nagyon szerettem az irodalmat, történelmet. Hát akkor én magyar tanár leszek, ilyet gondoltam. Irodalom történész, magyar tanár. Kicsit ezt is olyan romantikusan gondoltam akkor még. Hát akkor az egy tanári, pedagógusi pálya. Aztán, hogy elkezdtem már úgy másodikos koromban oldódni ebben a kollégiumi rendszerben, és elkezdtem parodizálni a tanárainkat. És így aztán így kiderült, hogy van valami kis színészi vénám. Aztán jöttek színészek vendégként a pigyaristákhoz, meghívták a tanáraink programként, volt a Darvas Iván, a Bánfi György, tehát voltak ilyen kultúrprogramok, és nagyon megtetszett a színészi pálya. Amatőr színjátszó lettem, alakult egy színtársulat, kaptam benne szerepet, és akkor ez foglalkoztatott, hogy esetleg színész leszek, magyar tanár vagy színész. És úgy gondoltam, hogy hát majd azért egyszer végig gondolom azt, hogy talán pap, de valószínűleg nem. De addig azért jó a színészet is. Így van, úgyhogy így. A pedagógiai pályán, vagy pedagógusként van-e valami irányvonala, valami mottója? Hát érdekes, hogy ez a pedagógus pálya, ez úgy tűnik, mintha hát nem is véletlenül jött az életembe, de akkor én ezt nem gondoltam még, hogy ennyire, a Jóisten ennyire tudatosan beépíti az életembe, mert vele gondoltam, hogy tulajdonképpen egész mostanáig végigkísért az életemet, meg még most is, mert az egyházmegye tanítójának, meg nevelőjének vagyok hivatva. Nem indultam ilyen mottóval, tehát igazából abból indultam, hogy szerettem gyerekekkel foglalkozni, és valamiképpen azt kicsit
utóbb, ha ezt tudatosítom, akkor azt mondom, hogy ez a domboszkói hozzáállás volt bennem, hogy az örömöt átadni a gyerekeknek, fiataloknak, hogy érdemes élni és örülni, és hát játszunk együtt, meg tanuljunk együtt. Ilyesmik voltak bennem. Ha jól emlékszem, akkor 1992-ben kezdte el a szemináriumot? Hogyan alakult már ott ne, az a döntés? Sokkal összetettebb, de nem akarom fárasztani a kedves közönséget ezzel. 92-ben a teológiát kezdtem nappali tagozaton, tehát én óvatosan arra szóltam. Először azért az igazság, hogy az érettségi táján én már jelentkeztem így az AC Egyház megyébe, és föl is vettek az egri szemináriumba. Úgy, hogy hát először másfél év katonaság, aztán majd utána, de édesapám akkor lebeszélt erről, meg meggyőzött, hogy mégsem menjek szeminárium, úgyhogy idejöttem, bánkérsek urral beszéltem, visszavontam a jelentkezést, minden. Volt egy ilyen próbálkozás, ebből sokat nem beszéltem erről, mert vállalom, hogy ez így volt. De bennem dolgozott ez, hogy azért nekem van, talán van hivatásom. És akkor pedagógusként, ugye képesítés nélküli nevelő voltam, elvégeztem levelezőn a tanítóképző Jambékon, dolgozott bennem ez a hivatás kérdés. Amikor jött a rendszerváltozás, akkor azt gondoltam, hogy hát akkor én hittanár leszek. Elkezdem a teológiát, még akkor egy tanárszakot fölveszek a tanító mellé, úgyhogy jelentkeztem földrajzszakra, Szegedre föl is vettek, és elkezdtem először ott én hitoktatói gyors talpaló, aztán átváltottam, hogy újra kezdtem a levelező teológiára, Pázmányra, Pestre. De valamiképpen éreztem azt, hogy nekem talán mélyebben van az utam. És 92-ben elköltöztem otthonról, Maglódról, hogy hát 26 éves vagyok, próbálom megállni a helyemet saját magam, a szülőktől távol, és nappali tagozaton elkezdtem a veszprémi teológiát, akkor nem volt ott még szeminárium egyébként, de világi hallgatóként hittanárszakon. És az az év volt az, ami nekem a döntő fordulatot jelentette, akkor érlelődött meg bennem, hogy nekem engem Isten papnak hív, és hogy szemináriumba menjek. És akkor került át Győrbe. Hát úgy történt ez, hogy mikor ott ez világossá vált, hogy nekem a papi hivatása, hogy engem Isten hív, sokat vívottam vele egyébként az Úrral, de valamiképpen éreztem, hogy nekem ez az utam, ez az én utam, akkor eljöttem Vácra. Tehát szabályosan jelentkeztem a Váci Egyházba, Keszthelyi Ferenc püspök atyánál jöttem konkurzusra, ez a felvételi beszélgetés, a felvételi vizsga, ha valaki papnő vendég szeretne lenni. És akkor a keszthelyi püspök atya úgy döntött, hogy mindenkit Győrbe küld. Ez egy új gondolat volt a részéről. Korábban mindenkit Egerbe, korábban Szegedre, illetve Budapestre küldtek. Én akkor Győrbe kerültem papnő vendégként. De már egy év teológián volt Veszprémben, úgyhogy ezt beszámították nekem, úgyhogy én első éves papnő vendég voltam, de már második teológiai évemet jártam Győrben. Akkor ahogy látom, ezek azért apró lépések voltak a papság felé, de azért a végén megtörtént így van, az, hogy így van. Átlépte ezt a... Sok vívódás, meg ima, meg gyötrődés, meg hát ugye akkor udvarolgattam is, és akkor amíg eljutottam oda, hogy hát Isten mégis erre hív. Ez egy hosszú út volt. A Jelenések könyvéből választotta a papi jelmondatát. Légy hű, mint halálig, és neked adom az örök élet koronáját. Miért pont ezt választott? Hát azért, mert ez a bizonyos megboldogult plébánosom, akiről beszéltem, tőle kaptam érettségire egy imakönyvet. A Beszélgetés a Mesterrel című imakönyvet, ami akkor újdonság volt, még modern keresztény imakönyv volt, nagyon szerettem, nekem nagyon meghatározó volt az életemben, és ezt írta bele, és azt mondta, hogy legyél hűséges az Istenhez, bárhogy is alakuljon az életed. És aztán hát törekedtem is erre, és valahogy ez nekem nagyon meghatározó lett, és ezért választottam ezt a jelmondatot. És ha már a hűség, akkor itt kapcsolódik ugye a püspöki jelmondata is, hogy hűséges az Isten. Ez hogyan kapcsolódik püspök atyához ez a mondat, ez az idézet? Hát úgy, hogy hát látszik, hogy ugye minden részletet nem mondtam el az életemből, de sok minden kiderült, hogy mégis
ő engem hívott, és hűségesen vezetett, és minden gyengességem ellenére a hivatásomban megerősített, és mellettem volt, és most is mellettem van. Tehát akkor még nem is álmodtam ilyenről, hogy én püspök lehetek. Váci püspök, hát. Tehát, hogy az ő hűségét mindig megtapasztaltam azóta is, most is, mióta itt vagyok Vácon. Azért ez is érdekes, és akkor áttérhetünk akár a püspökségre is, mert szerintem az itt ülőket bizonyára ez érdekli a legjobban, hogy végül is a Váci Egyházmegyéből indult, itt is működött, és kisebb eltérésekkel, de most akkor ide tért vissza. Igen. Ez hát kérdezhetek egyet, hogy milyen volt, amikor megtudta, hogy Váci püspöknek kérik. Hát először is egy nagyon, nagyon nagy ajándéknak éltem meg, hogy ez történt, mert ez valami olyasmi, mint hogyha valaki azt mondaná, hogy álmodik valamiről, hogy valami szeretne lenni, vagy valami szeretne elérni, és eléri. Mondjuk én nem készültem püspökségre, meg nem ábrándoztam erről, hogy Váci püspök legyek, de hogy belegondoltam abba, hogy hát ez egy olyan ajándék, ami nagyon keveseknek adatik meg, hogy a saját egyházmegyéjük püspöke, ami a hazám. Tehát én nagyon szeretem most is a Váci egyházmegyét, korábban is. Nekem óriási élményt jelentett. Keszthelyi püspök, aki egy ilyen parancsnoki típusú, szigorú ember volt, de én szerettem őt, meg sokan úgy voltunk, hogy kispapként élmény volt ide jönni Vácra, programokon részt venni, itt örülni a helyi lehetőségeknek, és aztán később, ahova kerültem, mindenütt szerettem lenni a Váci megyében. Tehát én a hazámnak tekintettem a Váci Egyházmegyét, és ez így külön ajándéknak tekintem, hogy a Jóisten engem, hát azt mondom viccesen, hogy már olyan válságban van a Váci Egyház, hogy már más nem találtak, csak engem. Tehát ez egy ajándék, ugyanakkor meg azért ez egy ilyen hirtelen dolog is jött, hogy hát püspök nem úgy lesz valaki, hogy elmondják neki egy-két évvel ezelőtt, és akkor egy fölkészítő kurzusra beiratkozik, és akkor tudja, hogy már ezzel végez, akkor püspök lesz, hanem nyilván figyelik, tájékozódnak, és amikor úgy látják, hogy hát ő alkalmas lenne, akkor nem sokkal a szentelés előtt, de megszólítják, és akkor, ha elfogadja, akkor Szent Atya kinevezi püspöknek. Hogy kell ezt elképzelni, vagy hogyan tudta meg, hogy Váci püspöknek kérik fel, vagy nevezik ki? Ez kicsit nagyképűen hangzott, de... Mert ugye mondjuk beszéltünk már itt Kossuth díjasokkal, és akkor igen, őket ugye fölhívják, előre értesítik, hogy akkor felterjesztik Kossuth díjra. Én valahogy így képzelem el, hogy akkor jön egy telefon, hogy Váci püspöknek... Szinte. Elmondom az ilyen belső, de elmondható dolog, mint egy izgalmas regénynek egy részlete. Éppen a patrona gimnáziumban mondtam szentmisét, nyári szünetben volt a nővéreknek, amikor csörgött a mobiltelefonom. Néztem, apostoli nunciatúra. Hűha! Nem mindennapi hívás. Nem mindennapi hívás, és hát hogyha, bár persze úgy voltam vele, hogy volt úgy bár valami hivatali ügybe kerestek, hát jó. Fölvettem, és akkor a titkár hívott, hogy mondta, hogy szeret néha a nuncius atya, hogyha bemennék a nunciatúrára, fontos kérdéseket szeretnének nekem föltenni. Éppen egy mentőautó szirénázott ott az utcán, kérdezi, hogy hol vagyok. Hát mondom, éppen gyalogolok a patronából a központi szemináriumban. Mondom, hogy jó, hát akkor majd bemegyek, azonban most van programom. Hát igen, bemegyek a szemináriumba, és megyünk kispapszülő látogató, kispapok szüleit meglátogattuk a nyáron, hát éppen szomszédos Máté Szalkára mentünk volna meg. Nem ered szembe. Mondom, jó, hát akkor bemegyek, hát mikor, hétfőn? Nem, most. 10:30-ra várnak. Úgyhogy hűha, hát mi ez az ügy, ami miatt az embert ennyire, tehát a nunciatúrára valakit hívnak, akkor az vagy kitüntetés, vagy az ellenkezője. Ez van az egyházi köztudatban.
Hát akkor gyorsabban dobogott a szívem, és gyorsan hazamentem a szemináriumba, és hát elmondtam a kollégáknak, hogy nem tudok menni a szülőlátó, mert hívnak a nonciatúrára. Hát nem tudom, hogy miért, de csak sejtem, valami dolog. Picit mosolyogtak, meg kedvesek voltak, mondták, persze, menjél. Ők már sejthettek valamit? Igen, hát van, a prefektus atyaszpüspök titkár volt azért 5 évig, tehát ő azért már gyakorlott volt az ilyen diplomáciai dolgokban, és kedvesen nem mondott semmit. Igazából majd a fiúkkal ő elrendezi. És akkor én bemenekültem a szeminárium kápolnájába, hogy uram, hát most mit akarsz, miért hívnak? Megfordult a fejembe az püspöknek. Hát tényleg engem? És mondom, uram, bármi is lesz, azt mondjam, amit te szeretnél. Ez volt, bementem a nunciatúrát, nagyon kedvesen elbeszélgettek akkor az emberrel, és hogy vagyok, mint vagyok, papnevelés, nem értettem, hogy mi történt, és akkor mondták, hogy hát a Szent Atya meg van elégedve a munkámmal, és az eddigiekkel, és most egy magasabb hivatásra, egy magasabb feladatra szeretne engem kinevez a Váci püspöknek. Elfogadom-e? Tehát akkor már megvolt a kinevezésem, de az akkor lesz érvényes, hogyha igent mondok rá. Hát, hogy igent mondok rá, vagy kérek esetleg időt, hogy a kápolnába bemenjek. Hát mondom, akkor bemennék a kápolnába. Mennyi időm van, kérdeztem, hát amennyit akarok. Bementem, hát igazából bennem akkor már megvolt a válasz, de úgy voltam vele, hogy... Jobb megerősíteni, nem? Hát mondom, hogy megkérdezem a nunciatúra Jézuskát is, hogy ugyanazt gondolja, mint a központista, hogy de egységben vannak, tehát, hogy... És akkor egy 5-10 perc múlva visszajöttem, és mondtam, hogy hát ez nekem nagyon meglepetésszerűen ajándék, megtiszteltetés, öröm, de izgulok is. Hát azért ez egy óriási feladat, pláne a saját egyházmegyémben. Akkor mondtak, hogy örülnek neki, boldogok is. Akkor így történt, hogy az igen, nem az, aki hivatalosan elment Rómába, meg a Szentatyának illeti egy pár soros köszönőlevelet. És akkor innét indult, amikor megjött a válasz, néhány, tehát pár napon belül, akkor az is, hogy mikor lehet ezt publikálni. Ez volt július 12-én. Akkor tudtuk meg mi is. Igen. Ugye? Igen. Persze ez egy kicsit ilyen krimiben illő izgalom, hogy közben megtud egy ilyen titkot, nagyon hálás vagyok, hogy nem egy hónappal előtte tudtam meg, vagy kettővel. Nagyon nehéz titkot tartani. Nem csak azért, mert alapvetően titoktartó típusú ember vagyok, de olyan az ember természet, hogy szeretné megosztani, ami benne van. Ha fájdalom azért, ha öröm azért. És bennem volt egy ilyen kettősség, hogy volt egy öröm, amit szinte föl se fogtam, hogy ébren vagyok, vagy álmodom. Nem mondhattam el senkinek. Meg egy vívódás, hogy alkalmas, vagy én, hát hogy? Ezt magamba kellett tartani. Tehát ott megmondták világosan, hogy senkinek, az édesanyámnak se, a felettesemnek se, senkinek egy szót nem szóltok róla. Mert ezt megtettem volna, akkor minden visszavonódik. Alkalmatlan vagyok püspöknek, hát nem tudok titkot tartani. Ez egy alapvető dolog. Úgyhogy akkor elmentem, visszamentem, akkor már nem nagyon voltak kispapok, úgyhogy kerültem a hosszas találkozást mindenkivel. Elmentem uszodába, meg ilyeneket csináltam, és akkor voltak programjaim a hétre, hogy lelki napra mentem felvidékre, hát ott nem is sejtettek semmit, úgyhogy ott biztonságban voltam. Kicsit eltereli az ember figyelmét. Igen, és mikor aztán, hát jött a telefon, hogy megvan a válasz, Szent Atya örül, elfogadta, aláírta is, hogy melyik napon lesz a kihirdetés ennek, és hogy persze személyesen adják át nekem ezt a kinevezést. Hát mondom, jó, de én most éppen Kismaroson vagyok a nővéreknél, nem Budapest, nem baj, kijön, és akkor kijött a futár. És ezért mondom, hogy kicsit, mint a filmeken van, hogy hát izgultam, hogy veszem át, tehát meglátják a nővérek, hogy egy diplomáciai autó jön,
nunciatúráról átad egy levelet, hát mindenkiben fölébred az érdeklődés. Hát nem lett volna probléma, mert nem kíváncsiskodtak volna, csak hát elindult volna a gondolkodás intenzíven. És úgy történt, hogy éppen napközi ima óra volt, amikor láttam, hogy Cseh Némán volt a telefonom, és kimentem, mintha egyéb intéznivalom lenne. Kimentem a kapuba, odajött az autó, átadták a levelet, elköszöntünk és mentünk, mint a filmeken a titkos iratok átadása. Kedves volt. És akkor bejöttem ide a püspökségre, mert hogy hát miután ez megtörtént, hogy igent mondtam rá, és elindult a Szent Atya felé az én igenem, a püspök atyát is behívatták, ugyanilyen váratlanul valahol funkcióban volt, és mondták, hogy mindent tegyen le, és azonnal jöjjön a nunciatúrára, a Berg Miklós püspök atyát. És én aztán vele találkoztam a nunciatúrán, tehát őt is, meg engem is a titoktartás köteleztett, így az kettőnk között maradt ez az információ, és azért megbeszéltük, hogy ha azért a kinevezés megjön, hogy melyik nap, akkor jó lenne, hogyha én ide jönnék a Vácra. És azért ő előtte egy órával azért majd mondja a munkatársaknak, hogy jöjjenek be, lesz valami a püspökségen. Így is történt. Úgyhogy ő már délelőtt jelezte egy-két embernek, hogy figyeljék a délben a Magyar Kurír honlapját, meg esetleg a rádiót hallgassák, mert valami történni fog. Így hát aztán én eljöttem Kismarosról Vácra, akkor az úsztam egyet, mert a püspök, hogy is ezt csinálja, akkor én is az úszodámba. Utána 3.12-kor megjelentem a portán, már ott volt a Berg Miklós püspök, hogyha mondta, hogy rektor úr, köszönöm, hogy véletlenül erre jártál, gyere be. Mondtam, püspök, hogy én csak egy parkolókártyát szeretnék az autómba, megkapod. És akkor utána bementünk, és amikor 12 óra volt, akkor a díszteremben, akkor ott volt már a püspökség közvetlen munkatársi gárdája, ugye 40-50 ember, és Urangyalát imádtuk, rádiót hallgattuk először, hogy bemondják talán, aztán Urangyala imádság és püspök atya bekonferálta, bemutatott. Többen ismertek engem, de nem mindenki, mert azóta sok munkatárs is lett. Kocintás, tehát ez így volt az első. Ünnepélyes. Egyébként, ha szabad ilyet kérdezni, hogy amikor a nunciatúrán találkoztak, mit, mert Berg Miklós püspök atya is akkor tudta meg, igen, a kinevezését, ő mit szólt, vagy mit szóltak aztán utána később, amikor már nyilvános lett akár a paptársai, akár a családtagjai? Örültek. Tehát a Berg Miklós püspök atya is, amikor bennünket összetalálkoztattak, akkor nagyon boldog volt. Megölelt és azt mondta, hogy imádkoztam érted. Hát ő aztán elmondja, hogy ő engem szeretett volna igazán, hogyha, tehát nyilván őt is megkérdezték, és ő engem mondott, és nagyon sok atyától is azt hallottam, hogy imádkoztak, drukkoltak, örültek neki. Szinte mindenki, akivel csak találkoztam. Ez meghatóan szép volt. Meghatóan szép volt ezt tudni, hogy ennyire szeretnek, és ezt most is tapasztalom. És püspök atya családja mit szólt ehhez? Hát ez érdekes volt, mert ugye 12 órakor fölkerült a Magyar Kurír honlapjára, én ott voltam Vácon, és akkor zsebembe volt a telefon lenémítva, de folyamatosan ment, tehát 400 SMS-t kaptam egy órán belül. Gratulációk voltak ezek, 100 e-mailt egy napon belül, és úgy gondoltam, hogy hát csak kéne az édesanyámnak mondani, mert hát este, azt terveztem, hogy este hazamegyek, de naív gondolat, hogy majd akkor fogja megtudni, hát a mai világban már nem úgy megy, mint régen. De mégis tőlem tudja meg ezt először, azért úgy illene. Úgyhogy fölhívtam őt, mondta, hogy hát mi a helyzet? Mondtam, hogy édesem, szeretnék valamit mondani, hogy csak tőlem tud meg először. Csak ő ill előtte. Nem. Jaj, mi történt? Elhelyeznek? Mondom, nem leszek már rektor augusztus végétől. Ja, és messzire kerülsz? Édesanyját azt, hogy hova? Messzire kerülsz? Mondtam, nem olyan messzire. És mondtam, hogy mi történt ő szent, hogy hát akkor nagyon boldog lett. Hát ő se fogta még föl, neki is kellett egy pár óra, amíg ez realizálódik, nagyon boldog volt. Egy testvéröcsém van, őt nem sikerült elsőnek fölhívni, mert buzgó maglódiak már 12 óra 1 perckor fölhívták őt.
sógornőmet sikerült, meg akkor más család, egy-kettőt még unokatestvéreimet, de kb. Így történt ez. Hogyan változott meg nyáróta püspök atyának az élete? Mennyiben más a napi rendje, mennyiben más az időbeosztás, a marad-e még mondjuk szabad ideje a püspöki teendők mellett? Igen. Hát ezt már többeknek mondtam, meg többször is, és azóta is fönntartom, hogy hát nagyon fölgyorsult az életem. A papnevelés, amit korábban csináltam, az egy úgymond egy szakpasztoráció volt. Tehát ez egy pedagógiai feladat volt legelsősorban. Itt meg kicsit olyan, mintha az egész egyházmegye plébánosa lennék, de hát ennél sokkal több is, mert nagyon sok minden egyéb ezt társul, és hogy akkor szoktam mondani, hogy mintha egy versenyautóban ülnék, és július 6-án bekerültem a Box utcába, 12-én, amikor kineveztem, akkor bevittek a Box utcába, és augusztus 24-én a fölkészítés után kikerültem a versenypályára. 22 kört mondtak, hogy azt kell lefutni, és hát az első körnek az első kilométerénél vagyok. Nagy a sebesség. Először kicsit szédítőnek tűnt, hogy nagyon sok feladat van, de nem ijedek meg tőle, meg nagyon kiváló munkatársaim vannak. Titkáratja is, még sokan mások. Másik ilyen hasonlatom, hogy kicsit olyan a püspökség, mint egy minisztérium, egy sürgősségi ellátóval összekötve, hogy van a rengeteg napi feladat, minden sok emberrel, intézménnyel, mindenféle területe való találkozás, és ugyanakkor még jönnek rendkívüli gyors dolgok is, hogy ez az atya beteg, vagy ilyesmi. És meg lehet ismerni, akkor maradjunk ennél a hasonlatnál, hogy mondjuk egy csúcsminiszterként meg lehet ismerni az összes szakágat, az összes alá tartozó apró részletet? Több időm van, mint egy miniszternek, ha Isten éltet, tehát ezért van rá esély, tehát hogy nem 4 éves ciklusra. De nem egyszerre, meg nem rögtön. De hát évek alatt azért úgy gondolom, de elindultam ezen az úton komolyan, hogy ismerkedés a szakterületeken. Nyilván minden emberrel személy szerint, mert azért tulajdonképpen 500 közvetlen munkatársa van a püspökségnek, így beleértve még a nevelőszülőket is, az nem kevés. Hát azt egy év alatt nem tudom megismerni mindenkit, de azért az évek alatt úgy gondolom, hogy ez sikerülni fog. Hogyha a Váci Egyházmegyét nézzük, akkor nagyon szerteágazó, mert hogy itt van akár mondjuk Budapest agglomerációja is, de vannak a nagyon pici, apró kis zsákfalvak. Hogyan lehet mégis, vagy milyen kihívások vannak akár, ha az egyiket, ha a másikat nézzük? Milyen kihívások elé néz püspök atya itt a Váci Egyházmegyében? Igen. Hát valóban, tehát elég heterogén a Váci Egyházmegye, tehát a szlovák határtól egészen, még Szolnokon túlnyúlik 50 kilométerre. Ugye Nógrád megye teljes egészében, Pest megye nagyobbik része, és akkor még Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is kapunk egy darabot, tehát így néz ki ez világi közigazgatásilag. Most ismerkedem ezzel, de azt látom, az egyik kihívás például az agglomeráció, ami rettentő módon növekszik lakosságszámban, létszámban, és nagyon élő, virágzó. Tehát ezeken a területeken iskolák épülnek, óvodák. A másik kihívás, hogy vannak olyan helyek, ahol úgy látszik, hogy elköltöznek. Lesznek olyan falvak, ami el fog néptelenedni. Tehát ez is egy kihívás, hogy lehet ezt a harmóniát megteremteni. Hát azt a lépést megtettem, illetve hát közösen indulunk a közvetlen munkatársaimmal ebben, hogy szakembereket kértünk fel a vallásszociológiai fölmérésre, hogy nézzük meg, hogy hogy áll az egyházmegye vallásilag, milyen a vallási térképe, milyen típusú a vallásosság, északon, középen, lejjebb, és hogy ennek tükrében milyen a mobilitás, a lakosságnak az elvándorlása, körülmények, munkahelyek és itt tovább, hogy ehhez kell majd alakítani a lelkipásztori tervet, és hát a lelkipásztori feladatoknak az ellátását is. Tehát a papok
állandó diakonusok, munkatársaknak az úgynevezett dispozícióját, tehát a feladatait. Hogyha jól emlékszem a számra, akkor nagyjából 600 ezer ember tartozik a Váci Egyház megyébe. Mennyi, idézőjelben lehet csúnyán kérdezem, hogy mennyi pap jut erre a 600 ezer emberre, mert hogy ugye tudjuk, hogy nagyon kevés pap van, vagy mindig azt mondjuk, hogy pap hiány van, több falut is el kell látnia mondjuk egy-egy plébánosnak, ahol mondjuk az egyik templomban csak mondjuk két néni ül a vasárnapi szentmisén. Hogyan lehet ezt, nem tudom, megoldani. Püspökként, igen, megoldani? 150 papunk van, abból beteg, idős, nyugdíjas, hogy összességében 50, és 100 pap az, aki 222 plébániára jut. Tehát sokkal kevesebb, mint amennyi plébánia van. Ugye régen szinte minden plébánián volt egy pap, de volt, ahol több is. Tehát régen ugye úgy nézett ki, hogy egy picit nagyobb, mondjuk egy nagyobb falusi plébánián 2-3 pap is volt. Most pedig 222-re jut ez a 100 pap. Ez elsőre olyan ijesztőnek hangzik, hogy jaj, mi lesz itt. Ugyanakkor azt látom, hogy mivel Bermék Lajos püspök atya idején azért elindultak ezek a pozitív kezdeményezések, és nyilván ez nem csak az ő ötlete volt, hanem fölülről kapta, hogy diakonus képzés, akolitusok képzése, nagyon színvonalas a hitoktatóknak a továbbképzése, hogy a jövőben én azt gondolom, hogy nem csak abban lehet gondolkodni, hogy a pap és hívő, hanem van a pap, az áldozó pap, a plébános, vannak mondjuk diakonusok, ők is papok, fölszentelt papok, most már házas emberekként állandó diakonusok, vannak akolitusok, vannak hitoktatók, tehát hogy nagyon sok olyan világi munkatárs is van, a papokon, diakonusokon kívül, akikre majd már most számítunk is, most építünk, és hogy a jövőben a döntő, hogy legyen mindenütt élő közösség. Tehát nem valamiféle ilyen vallási szolgáltatásban gondolkodunk, hogy most akkor mindenütt legyen pap, és el legyen mondva a mise, hanem hogy legyen élő közösség, és ott lesz élő közösség, ahol a közösségért tenni akaró Krisztus hívők élnek, és azon belül, akik pedig felelősséget is vállalnak. Mint ahogy ez most is már részben van, tehát hogy mondjuk egy hitoktató hittancsoportot vezet, vagy felnőtt közösséget vezet, vagy ahogy egy diakonusra már rá van bízva közösség, konkrétan egyházközség. Jól lehet a moderátor, az ő felettes pásztor, az egy plébános a szomszédban, vagy a közelben. De hogy így a hivatások sokszínűségében kell gondolkodni, és akkor már nem olyan ijesztő ez a dolog. Tehát, hogy nem pap és hívő ebből a két szereplőből áll ez a képlet, hanem sok szereplős. És mindenkinek fel kell ismernie végül is a szerepét, vagy mindenkinek Igen. rá kell ébredni, hogy keresni kell a feladatot idézőjelben, akkor az egyházban nekünk, híveknek. Igen, hát nyilván van egy ilyen personális vonatkozás, hogy ki imádkozza meg a saját hivatását. A püspök feladata, meg a munkatársa, ki így együtt, hogy mi meg lássuk azt, hogy kire, hogyan van szükség az egyház megyében. Nézegetem itt még a kérdéseket, azért a személyes imádságra, vagy az elcsendesedésre. Én azt olvastam, hogy püspök atyának idézőjelben két függősége van, az a napközbeni ima és az esti szentségimádás, hogy ezekre marad-e ideje itt a sok-sok feladat mellett és teendő mellett. Igen, hát az nagyon fontos, tehát ebből nem engedek. Tehát, hogy igazából a két függőség az tulajdonképpen úgy van valójában, hogy ima és mozgás függő vagyok. Tehát, hogy minden nap imádkozom, többször is. Reggel a titkáratyával szoktunk együtt zsolozsmázni, meg a hét elején akkor a közvetlen munkatársaimmal, Lajos püspök atyával, Molnár Zsolt atyával, az irodőigazgató titkáratyával, Pasztánnak Támas atyával is, hát így vagyunk mi négyen. De a személyes ima nekem fontos, tehát főként este, tehát most is majd, hogyha visszamegyek, akkor fogok imádkozni még komolyabban, hosszabban. Hát ez erőforrás az ima. Tehát azt gondolom, az nem feladat,
elmondok imákat, imaszövegeket, hanem az egy intimitás, az én papi életem és a püspöki életemnek a komoly erőforrása, az egy nagyon bensőséges kapcsolat ő vele. Igen, erre mindenképpen szakítok időt, mert fontos. És ha már említette, hogy gimnazista, egyetemista korában nagyon szerette az irodalmat, a színházat, akár az erdőt, mint erdészmérnök, vagy erdőmérnök, hogy ezek megmaradtak, vagy meg tudnak maradni? Igen, itt azért már sokkal rámenősebbnek kell lenni önmagammal szemben, mert a feladatok azért elvinnének. Tehát, hogy van nekem is ilyen, hogy szabad nap, nem mindig sikerül azért az úgy, de hogy tudatosan törekszem, hogy legyen kimozdulás ebből a környezetből. Például tegnap a Csóványos felé elmentem egy személyes kis túrára. Tehát az, továbbra is szeretem a természetet, a természetjárást nagyon. Azt olvastam, hogy egyébként a munkatársaival is szokott kirándulni. Igen, már volt csapatépítő kirándulás itt a püspök, a segédpüspök atyával, meg a Zsolt atyával többször is, meg hát majd még tervezzük így tovább. Fontosnak tartom. És Miklós püspök atyának a uszodai kabinját, vagy szekrényét. Igen, a 77-est azt szoktam általában birtokolni. Nagyon kedvesek voltak, mert mikor először mentem az uszodába, már mint püspökként, korábban is azért jártam, akkor megkérdezték, hogy nagyon köszöntenek, hogy melyik kabin szeretném. Miklós püspök atyai 77-es. És mivel ő most szobra jár úszni, azért én megkaptam azt a kabint. Hát leginkább valamikor és esetleg más kapja meg, de leginkább azt szoktam. És püspökként mondjuk megváltozott abban az élete, hogy mondjuk itt Vácon nem lehet csak úgy sétálgatni, mert felismerik, megállítják, köszönték. Bizony. Így van. Tehát egyrészt ez egy öröm, hogy Vác annyira egyházi városnak mondható a szónak a legnemesebb értelmében, hogy tehát volt ez az úszodai kaland, hogy gondoltam, hogy majd besétálok, és rögtön ott a sorfalat álltak, és szeretettel köszöntöttek. Meg még az első napokban volt, hogy annyi minden feladat adódott, mert megyek egyet sétálni. Nem volt időm másra. És hát így eldugott utcába gondoltam én. És sétáltam itt abban az utcában, ami most nem jut eszembe a neve, ahol a szerb templomban, a Tragor Ignác Múzeum. Igen, ott, tehát mondom, ez egy csöndes kis utca, nincs messze. Megyek, és egyszer csak valaki hátulról rám szól, hogy jaj, püspök úr, az új püspök úr! Valaki fölismert hátulról. Úgyhogy ez tény, hogy ez így van. De egyrészt ez öröm, ugyanakkor biciklizni szoktam, hát épp most nem, de még a jó idő van, akkor abban nem ismernek föl. Tehát volt, hogy elmentem innét Budapest határáig biciklivel, és gondoljon úgy mentem át, mint kés a vagyon. Tehát, hogy nem ismertek föl. De most föl. Már figyelni fogják püspök atyát szerintem a gödiek, hogyha biztos, ezt hallják. Biztos, bár a felszerelésemet azért nem tudják, hogy milyen, azt nem mondom el. Igen, néz ki például egy átlagos napja a Váci püspöknek? Hát igen, ez egy átlagos, ez egy érdekes kérdés. Igen. Tehát azért van, ha erre válaszolni akarnak, azt tudom mondani, hogy az egy stabil dolog, hogyha nem megyek reggel úszni, akkor közösen imádkozunk a titkáratjával, és van egy közös szentmise, az ott lévő munkatársak is erre meg vannak hívva. Meg ha nem, hát ha elhúzódik a program késő éjszakában, akkor is megyek imádkozni a kápolnába. Tehát ez a keret. És közötte pedig általában megbeszélések, találkozók vannak, ha bent vagyok a püspökségen, ha pedig nem vagyok benne, akkor egészen változatos. Tehát, hogy például holnap az Apor Vilmos főiskolán lesz diplomaosztó, akkor ott fogok majd szólni, vagy valahova elmegyünk egy tornaterem megáldás volt, Pászton, tehát van ugye hétköznap is ilyen utazós program van. Olyan is van, hogy aztán vasárnap, leginkább esetleg szombaton valami szakrális program, vagy bérmálás, vagy ünnepi szentmise, vagy búcsúi mise, ilyesmi. De a hétköznapok azok a tárgyalások, találkozók, ilyesmikből áll. És beszéltünk a közösségről is, vagy püspök atya említette, hogy például itt az agglomerációban nagyon jó, nagyon élő közösségek vannak, és püspök atyának is van egy közössége, a Fokolár papi közösség. Oda hogyan
lehet kérdezni, hogy hogyan keveredett bele, hogyan ismerte meg a Fokolár közösséget? Igen, hát ez is még a kispap koromra nyúlik vissza, meg még picit korábbra is, de igazán kispap koromban kezdődött el, aztán papként. Érdekelt minden az egyházban. Hallottam lelkiségi mozgalmakról, voltam karizmatikus találkozón, voltam kurzión, azt is nagyon értékesnek tartom, és így aztán összetalálkoztam a Fokolár lelkiséggel, és az érintett meg benne, hogy papok, akik összejárnak, és nem csak ilyen kedves hétköznapi dolgokról beszélgetnek, hogy milyen autóm van, meg hasonló, hanem mély lelki közösséget is meg lehet tapasztalni közöttük. Tehát van egy imádságos együttlét és egy ilyen lelki megosztás, de vidámság is van. Meg közös nyaralás, meg ilyesmi. Mennyien tartoznak ehhez a közösséghez, vagy itt több kis közösséget kell elképzelnünk? Igen, tehát Magyarországon, tehát ez egy világszervezet, ez a Fokolár mozgalom. Magyarországon ugye 30 pap tagja a Fokolár lelkiségnek, és sok, még több száz világi tagja is van. Én ebben a 30-ban voltam benne, azért mondom, hogy voltam, mert most már nem vagyok papként tagja a Fokolár lelkiségnek, és olyan módon elkötelezetten sem vagyok a lelkiség tagja, mint korábban. A Váci egyházmegyei püspökeként minden lelkiség meg mozgalom felé szeretettel vagyok, de nem tagadom meg a Fokolárt, meg nagy szeretettel vagyok feléjük. Most voltak Jara Lubik 100. születése évfordulója, nagyon szép szentmisénk, amire engem kértek föl, mint Fokolárból származó püspököt. Most is egy kedves, anélkül, hogy extra kivételezést csinálnék a lelkiség tagjaival, de nagyon kedves csak ők számomra. Így úgy tartozom most hozzájuk, hogy van egy ilyen besorolás, hogy a Fokolár mozgalom püspök barátja. Tehát így. Ki kellett találni egy külön ilyen besorolást? Létezik ilyen világ szinte, de Magyarországon még nem volt eddig. És ha már ugye Chiara Lubichat említette, őnek is nagyon szép lelki írásai vannak. Van-e esetleg püspök atyának kedvenc lelki irodalma, vagy szokott-e, nyilván szokott ilyeneket olvasni? Mik vannak ott a könyvespolcán, az első helyeken? Hát igen, a Chiara Lubichnak a lelkiírásait szerettem, meg szoktam róla elmélkedni korábban is, most is, és tőle meg az egész Fokolár lelkiségből a papi összetartáson, meg egységen kívül még amit kaptam, hogy egy szeretetteljes egységre törekedni, és egy kölcsönös szeretet kapcsolatra törekedni mindenkivel, elsősorban a katolikus testvéreimmel, de a nem katolikus keresztényekkel, a más vallásokkal, a zsidókkal, kommunikációban erre nyitott emberekkel, és minden jó szándékú emberrel. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, de a Loyolai Szent Ignác is kedves, tehát elvégeztem jezsuita lelki gyakorlatot is, nem 30 napon keresztül, hanem 37-re elosztva így az irodalmat. Szeretem az egyházatyákat, szeretem a monasztikus irodalmakat is, Szent Ferencet, Szent Ágostont is, de Szent Benedeket például. Tehát ezek nekem kedvenceim. Charles de Foucault is, tehát ő egy modernebb például. Papképzésért is felel, és ugye korábban a Papnevelő Intézetnek is ugye rektora volt, hogy most is igen. Szívügye a hivatás gondozás. Hogyan lehet segíteni akár a fiatal fiúkat, akikben ugyanúgy, ahogy püspök atyában annó érlelődött ez a lépés, és apró lépésekben haladt, hogyan lehet segíteni őket, hogy ezek a hivatások tényleg akkor a felszínre bukkanjanak? Hát ez sokszínű és összetett dolog. Nyilvánvaló, hogy kellenek vonzó papi képek, papi példaképek. Ahol látják azt, hogy örömpapnak lenni. Tehát ez az egyik. A másik, hogy nagyon sokat segít a jó családi háttér. És azt, hogy ha valaki esetleg megérint ez a hivatás, akkor
a család a szeretettel legyen mögötte, imádkozzon érte. Nem kell tuszkolni, Isten ments, tehát nem kell tolni a papi hivatás felé, de nem szabad visszahúzni se. Ne féltsük a fiainkat, jaj, mi lesz vele, elmegy papnak. Hát, ha Isten hívja, akkor a legnagyobb ajándékot fogja neki adni. Tehát fontos a környezet, és fontos az, hogy milyen közösségben van, nem csak a közvetlen környezet, a család, hanem hogy van-e élő közösség, ifjúsági közösség, hogy egészséges fiatalként alakul-e az élete, hogy ezt szabadon és önként tudja választani. Tehát imádkozni és diszkréten, de szeretettel segíteni ezt a fiatalt, akiben ezzel indul ez a hivatás. És akkor egy végső kérdés még így eszembe jutott, hogy akkor a fiatalokat hogyan lehet idézőjelben megtartani az egyházban, mert azért látjuk, hogy mondjuk bizonyos plébániákon azért főként az idősek vannak jelen, és nincsenek élő fiatal közösségek. Igen, tehát az fontos, hogy ott is megtapasztalja a fiatal azt, hogy Krisztus az mai. Ő most is él, most is van, és hogy a fiatalok nyelvén fogalmazva, hogy nagyon jó fej. Krisztus az csúcs. Tehát, hogy fantasztikus. Hogy hát, és hogyha van élő közösség, tehát ezt segíteni, hogy legyen élő közösség, és nem kell itt 100 fiatalra gondolni, hanem ha van 2-3 fiatal, akik közösen imádkoznak, és közösen csinálnak vidám életteli programokat, kirándulás, valami kreativitás, akkor ez vonz egy fiatalt, hogy Krisztus az nem egy muzeológus, hanem ő egy élő személy, aki most is ér, és itt van közöttünk, és hát aki aztán a digitális világnak a felületeit, hogy ezen keresztül is. És ahol ebbe belemennek, ott azért vannak fiatalok. Tehát nem azt látják, hogy Krisztus a múlté, hanem Krisztus a jelen, sőt a jövő. Még egy utolsó kérdés. Kaposváron Laci atyaként van jelen, ugye püspök atya, Varga László püspök atya a Facebookon. Püspök atya terveze hasonlót, hogy mondjuk ilyen, én nem tudom, hogy jelen van a közösségi oldalon. Nem vagyok a Facebookon, mert vallom őszintén, nem mertem fölmenni azért, mert nem félek a nyilvánosságtól, hanem egy ilyen kapcsolatot ápolni kell azonnal. És hát nekem nem karizmám az ilyen digitális kapcsolatápolás. Tehát a személyességet jobban szeretem, mint a virtuális világon való kapcsolattartást. De ezt fontosnak tartom, hogy ilyen módon legyen kapcsolat a fiatalokkal. Igen. Meglátjuk. Nagyon szépen Igen. köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Áldásos szolgálatot kívánok. Viszont kívánom. Köszönjük. Minden jót. Köszönöm szépen. Köszönjük.